A zombai általános iskola alsó tagozatos diákjainak műsorával majd egy német nyelvű báb előadással indult a Nemzetiségek és Kultúrák hete. A régi helyet. Na gut, Gemeinhausen, da steht ein neues Töpfchen, wie es möchte. Amit minden évben megrendeznek a településen. A gyerekek zenés-táncos műsoron mutathatták be az eddig tanultakat, és csillanthatták meg német nyelvtudásukat. Az általános iskolások pedig egy nyitó tánccal készültek, a harmadik és negyedik osztályosok szeptember óta két táncot tanultak az én vezetésemmel, az én irányításommal. Ehhez a tánchoz a német önkormányzat erre az évre német ruhákat is tudott varratni a kislányoknak, úgyhogy nagyon szép viseletben tudtuk előadni ezeket a táncokat. Az iskolában 200 körüli mindig a létszámunk, 200 fölött vagyunk most picivel, mindenki tanulja a német nyelvet, ami igaziból azért jó, mert megalapoz egyfajta nyelvtanulási szokást, illetve a népismeret tantárgy, mind új tantárgy belépett 6 évvel, 7 évvel ezelőtt, aminek a keretében szintén ezeket a hagyományokat folytatjuk. Zomben egyébként nagyon kevés a német nemzetiségi lakos. Ők körülbelül mennyi? 10%-ot szoktak becsülni igaziból. Most az önkormányzati választásokon is, és német nemzetiségi önkormányzat is alakult, illetve ennek is már hagyománya van több mint 10 éve, és a szavazók olyan 80 körüli, akik regisztráltak, illetve ezen a névjegyzéken szerepeltek, tehát nem túl sok. A Nemzetiségek és Kultúrák hetén volt Mártonnapi lampionos felvonulás, rétessütés, valamint a gyerekek különböző ősi mesterségekkel ismerkedhettek meg. A rendezvénysorozat zárónapján a diákok Till Jánosné sváb viseletet bemutató kiállításán vehettek részt, és megcsodálhatták a különböző Tolna megyei települések népviseletét. A sváb viseletnek a bemutatása. Sajnos itt nem a legrégebbi viseleteket tudom bemutatni, de vannak otthon a gyűjteményemben a 900-as, 1890-es évekből is viseleteim. Itt most a későbbiek vannak. Összesen 60 viseletem van otthon, ebből azt hiszem most 18-at hoztam el. Ez a 60 viselet 37 településnek a viselete, mert szinte minden településnek más és más, hát nem lényeges különbséggel, de más és más viselete volt. Mindegyiken volt valami, ami arra a településre jellemző volt. Ez vonatkozik a ruházatra és a pacskerre is, a tutyira, amit viseltek. A zombai német nemzetiségi önkormányzat és az iskola szervezésében megvalósuló rendezvénysorozat célja a településen élő népcsoportok kultúráinak bemutatása, mondja Mátis Éva. És ezen a héten igyekszünk nagyon-nagyon sok programot nyújtani a gyerekeknek. Tanulmányi kirándulásokon vesznek részt, tájházakban, kiállításokon, mesterségekkel megismerkednek, régi mesterségekkel, hangszert készítenek, sőt, idén a hetedik osztályosok saját maguk készítettek rétest a gyúrástól, a nyújtáson át az elfogyasztásáig. Tehát igyekszünk a kultúrából minél több mindent megmutatni, de nem csak a német kultúrából, mert ugye a kultúrák hete azt mutatja, hogy itt a zombán élő többi népcsoport kultúráját is igyekszünk megismertetni velük, így a székelyekét és a romákét is. A nagyoknak ilyenkor rendhagyó történelem óráik vannak, magyar óráik, tehát minél szélesebb szegmensét megmutatni a népcsoportok kultúrájának. Ez a projekt zárunk, mert a gyerekek ugye munkákat is készítenek ezzel kapcsolatban, és a gyerekek verssel, énekkel és tánccal, itt most elsősorban a német kultúrát fogjuk látni. A Nemzetiségek és Kultúrák hete a felső tagozatos diákok táncműsorával zárult.